legjobb zene, gyerekek. Na, sziasztok. Hú, de régen volt vlog. Igen, visszatértem. Voltak itt problémák ugye a csatornával kapcsolatban. Hát egy olyan, majdnem egy hétig nem volt videó. Gondoltam, hogy erről akkor csinálok egy ilyen vlogot, meg még egy csomó mindenről, úgyhogy rengeteg dologról lesz szó itt ebbe a videóba. Úgyhogy gondoljátok, akkor maradjatok velem. Például lesz szó Keeper Shop a leírásban. Lesz Keeper Shop. Még mielőtt bármit írtok, nézzétek meg a videót, és akkor el fogom mondani a részleteket. Lesz szó a Ventóról, lesz csomagbontás is ebben a videóban, remélem, hogy kibírja az aksimandig, és lesz szó még más dolgokról is, oké, egy csomó dologról, tényleg rajzpályázatról, pólóról, meg mindenről, meg egy csomó ilyen hírről, amit gyakorlatilag így el akarok mondani nektek. Szóval egy ilyen tipikus blogvideó, ami mindenféle részlettel, természetesen Keepertől vágatlanul. Na, ugye itt ülök, zokni van a lábam, igen, mert fázik a lábam, gyerekek. Nem tudom, hogy a francba csináltam, nem olyan vékony a lábam van, csak hülyén néz ki most. Fúj, de rond a lábam, vagy csúnya. Nem ám. Na. Ja, fázik a lábam, meg úgy érzem a torkomba is, hogy mintha meg akarnék fázni, az 30 fok van, hülye vagy Keeper, nem tudom, mi lehet téged. Ja, akkor azt akartam, ezt meg akartam mutatni mindenképp ebbe a videóba. Nagyon szépen köszönöm Mohács Imrének, hogy küldött nekem egy képes lapot. Egész pontosan. Visről. Szia Keeper, én egy rendszeres néződ vagyok. Lehet, hogy megismersz, macskás a profilképem. Mivel nyaraláson voltunk a családommal, úgy gondoltam, hogy küldök egy lapot Visről. Üdvözlettel Mohács Imre. Nagyon szépen köszönöm a képes lapot, nagyon kedves és nagyon megható, hogy eszedbe jutottam még nyaralás közben is. Nagyon jó fej vagy, köszönöm szépen, és természetesen meg fogom tartani. Igen, és lesz még egy csomagbontás is ebben a videóban. Zsoltnak a csomagját elfelejtettem, abszolút mindenféle bokros teendőim voltak, és nem bontottam még mindig ki. Kaptam tőle egy csomagot, azt szeretném kibontani ebbe a videóba, de közben szeretnék egy-két dologról még beszélni. Például beszart a telefonom, most jó, hogy megláttam. Képzeljétek, a Note 2 meghalt, behagytam a kocsiba szélvédőn, és abszolút két órát ott pihent. Tűző napon, ugye korom fekete, olyan forró volt, amikor kivettem, hogy kávé ilyen sütőkesztyűbe kellett majdnem kivennem, szó szerint, és alig tudtam megfogni. Azt utána abszolút nem akar bekapcsolni, most van egy másik, ez tök rendes volt a főnököm. Főnökömtől kaptam gyakorlatilag, ez egy ilyen LG L80 talán, hát nem egy új telefon, de azért jelviselhető. Mi van a telefonod, van videó, mi? Gyerekek, van egy ilyen játék, ez a Pixel Car Racer, baromi jó, mindenképp próbáljátok ki. Főleg, aki szereti a tuningolós dolgokat, tök jó. Ja, azt akartam mondani, hogy a főnökömtől kaptam, mert úgy volt, hogy ő vett egy új telót, ez pont akkor romlott el az enyém, és mondom neki, hogy nem adod ezt a régi telódat, mert igazából semmi baj, se karc, se nem lassú, vagy mit tudom én, érted, semmi baja nincsen, szóval csak nem tudom, megunta, vagy akármicsoda. És meg kezdi nem, de odadom. Mondom, oké, kösz, tök jó, rendes volt. Egyébként, ja, azért nem volt videó, mert nem volt internetem egy pár napig. Ráadásul pont akkor szart be a telefonom, és gyakorlatilag a csatornámra rá se tudtam nézni. Maximum akkor, hogyha nem tudom, valaki rá volt, mert nem volt. Se itt volt, nem volt, de sem a telefonom nem működött. Úgyhogy nagyon szívás volt az egész. Tényleg nem láttam, volt olyan két nap, nem láttam a csatornámat, nemhogy a kommenteket vagy a videót töltöttem volna fel. Ja. És ugye minden oké, minden menni fog tovább, lesznek videók. Gondolkozok, hogy megint akkor meg kéne indítani a live-okat, és egy kicsit csak nem tudom milyen játékkal. Mert a Farming Simulator sorozatokat sem akarom elcseszni a live-val, meg a Seven Days-t is Tudályt sem akarom elcseszni a live-ba. Nem is tudom, már gondolkodtam minden, hogy mivel live-olják. Most újabban játszogattam kicsit World of Tanks-el. Abban meg béna vagyok, azzal azért utálnátok, úgyhogy nem is nem tudom, mi legyen. Ja, a Ventó ügybe is akartam beszélni veletek. Képzeljétek, eladóval válik a Ventó. Ne kövezzetek meg, tudom, hogy szép Ventó, jó Ventó, szeretitek is, ti is, melem együtt, én is nagyon szeretem. De megmutatom, hogy mi lesz a következő. Jó, addig nézzétek a nadrágomnak a szarát, vagy nem tudom mit nézzék. Szép csajokat nem tudjátok nézni, mert akkor akarom megmutatni.
mindjárt mutatom, hogy mi az, amit szeretnék megvenni. Passzat, látjátok, ez hülye vagy Keeper, látjátok. B-passzát. Nyönyörűséges gyerekek. Ugye ennek igen több verziója van, van a milyen B-passz, B5-ös passzát, van ugye ennek az 5-ös verziója, és van az 5.5-ös verziója. Az 5.5-ös mondjuk, annyit mondok erről, hogy ilyen láncfelvarrott inkább verzió, részletekben nem akarok belemenni, viszont ez a, ugye a forma világ az kb. Ugyanaz. Esetleg egy-két dolog ugye változott azért, aki jobban ért hozzá, úgyis le fogja írni leírásba, hogy mi a különbség a kettő között. Na! Ez a passzát nekem mindig is tetszett, most is tetszik, és a Ventort le fogjuk cserélni egy olyanra. És azért most úgy van beütve egyébként, keresében már úgy ütöttem be, hogy fekete, mert mindenképpen gyerekek feketét szeretnék, fekete színbe gyerekek, ez csoda. Fekete szín, króm diszlécek, ugye króm emblémák, minden, és valami, még nem ilyen felnik, hanem valami króm felnik, mindenképpen valami polírozott felnik, ha már lehet, ugye. Ja, és akkor így, ennyi a ez a cél. Szóval Ventó valamelyik, lesz rengeteg dolog. Egyébként most megkapta ugye az izéket, kapott hátulra gumipogácsákat, ilyen minek nevezik ilyen gumituskókat, azért, mert beleért a hátsó gumiba, hogyha nagyon terheltem a hátulját, a kaszni ugye beleért, mert kiebb áll gyakorlatilag a kaszniból a kerék, ami alapban nem valami ideális, de az a lényeg, hogy most meg a rugók közé ugye bementek a pogácsák, így nem ér le, ugye három oldalanként bekerült. Ja, annyit akarok még a Ventóval csinálni, hogy szeretném a fényezést teljesen felújítani, azt akarom, hogy patika legyen. Ez nálam mondhatni olyan küldetés, ugye az éve is így voltam a Honda Dio-val, legyen tökéletes, és akkor utána megválok tőle, és akkor úgy tudom eladni, hogy igen, ő megérdemelte, megkapta azt, ami jár neki, szép lett, jó lett, tökéletes, következő gazdája, meg vigyázzon rá. És akkor igen, akkor átnyergelünk egy olyan szépségre. Ja, ez a terv. Még mit akartam elmondani? Ja, póló. Izé lesz. Keeper Store a leírásban. Na, de tényleg ne kövezzetek meg. Nem lesz Keeper Store a leírásban. Nem fogunk izélni. Nem arra fog fókuszálni, hogy szarra keressük magunkat, mert nem fogjuk magunkat szarra keresni ezzel. Na, elmondom, hogy mi lesz a koncepció. Az lesz a koncepció, hogy lesznek kipörös termékek. Megállapodtam egy céggel, ami nem egy ilyen pólónyomtató céggel, és ők csinálják majd a pólókat. Leginkább póló minőségbe kell gondolkozni, Fruit of the Loom-ba, és úgy működik majd az egész, ugye, hogy van egy alapár a pólóknak, amivel én nem akarok keresni. Magyarul az annyi a lényeg, hogyha 2000 forint előállítási költsége lesz egy pólónak, akkor 2000 forintért fogom én adni. De annyit fogok ezen módosítani, hogy úgy beszéltem meg a srácokkal a póló nyomtató cégnél, hogy én nem fogok kapni, nem akarok kapni ezért pénzt. Én nem akarok ezen kereskedni, vagy ezen meggazdagodni. Nem akarom a nézőimtől, nem akarom elvenni ezt a pénzt. Az legyen annyiért az a póló, amennyibe kerül az előállítása. Ő kapja meg ezt a pólót annyiért, én nekem az, abból ne legyen nekem pénzem, hát igazából én sok mindent nem is teszek érte, esetleg a grafikákat adom hozzá. Viszont ebből én nem kérek pénzt, viszont kérek érte cserébe pólót kap, vagyis termékeket. Nem biztos póló, lehet, hogy bögre. Úgyhogy mindig, amikor így vásároltok tőlem majd, azért én fogok kapni cserébe pólót. Nem azt mondom, hogy egy pólóért egyet, hanem
mit tudom én, hogy ha 5 póló elmegy, akkor kapok egy pólót, és azt mindig ki fogom osztani, és ki fogom sorsolni nektek. Úgyhogy ez folyamatosan így generálódik, minél több elfogy, annál több elmegy, mármint annál több lesz póló. De ugye én ezt leszögezem, és ezt hogyha gondoljátok, majd bármikor számon kérhetitek rajtam, megmutatom a ugye tranzakciókat, hogy mennyi ez, tényleg bele, hogy akartok, akkor bele láthattok ebbe. Nem fogok ezen ebből, én nem akarok pénzt kiszedni, hanem tényleg azt akarom, hogy ez legyen egy lehetőség, és legyen az, hogy még ezen kívül, a lehetőségen kívül, hogy ugye lehet pólót venni, meg köbögrét venni, meg mindenfélét, még pluszba kapunk izét is. Pólókat, amiket kiosztatok köztetek, és ez tök jó. És szerintem szuper. Na. És akkor ezzel kapcsolatban gondoltam egyébként egy rajzpályázatot, hogy tervezzetek a pólóra különböző grafikákat. Erről majd külön csinálok egy videót, és akkor az valahogy úgy képzelem el, hogy ugye lehessen számítógéppel is, lehessen kézzel is rajzolni, az a lényeg, nagy felbontású legyen, utána be legyen szkenelve, és akkor ugye azokat a grafikákat én ráraknám ugye a pólókra, azokra, amiket ugye megvehetnek az emberek, és akkor esetleg ott lehet a neved, az aláírásod a póló alatt, vagy fel lenne tüntetve, hogy a webshopban is ugye, hogy nem tudom, The Bandi pólója, grafikája, kipördötönkös grafikája, érted, és akkor így képzeltem el. Ja, ez lenne még, ja, és akkor szerintem bontsuk ki a Zsoltnak, Fábián Zsoltnak a küldeményét, remélem, de a gyerekek, ne nézzetek körül, akkora rendetlenség van. Remélem, hogy nem gond, Zsolt, hogy elmondtam a neved. Ő küldött nekem egy ajándékot. Jaj, egyébként még azt meg akartam mutatni, hogy ima. Keeper, tengely sapka. Keeper sapka van rajta, ne basszál ki. Ne szórakozzál. Ne várjál. Na, mutatom, hogy így. Akciókamerával könnyebben boldogultam. Na most én ezt kitépem mind Foxy a lábtörlőt. És egy könyv van benne. Mi meglepetés, kitapintottam egyébként, hogy egy kő van benne. Könyv, nem kő, könyv. És itt van egy könyv, egy Jókai Mór. Fekete gyémántok. Ne! Kollekcióvatos! Hallod! Hallod! Beszéltem Fábián Zsoltán, miután megkaptam a csomagot. Kérdeztem, megkaptam a csomagot? Mondom, persze, elkezdi. Egy könyv van bennem. Mondom, azt milyen könyv? Elkezdi fekete gyémántok. Utána néztem, hogy milyen könyv. Jó könyv. Mondom, jó, biztos van valami mondani valója. Belarus traktorok, beszarok, 80, ez mi ez? 80, ez mi ez a 80 valami? 82, ne szórakozzál, hallod? És minden, ó, te fiú, hallod? Gyerekek, csinálunk felolvasó esteket Belarus traktorokra, MTZ-rű? Az anyád. Kezelési és üzemeltetési utasítás, hülye vagy? De most nekiállunk ennek most, a gyerek, várjatok, hát ez kurva jó. Ez bazd meg. Oda nézzé. Szovjetunió. Moszkva. Hallod, ezt kiveszem, ebből ne arra, ugye. Fekete gyémántok, ne szórakozzá. Az már, az nagyon kemény. Nagyon jó, és képekkel illusztrálva volt, láttam benne. Műszaki adatok szerkezete és műszaki adatok gyerekek. Csinálunk-e felolvasó estet? Oda nézzé, várjá, meg kell nézni. Oda nézzé. MTZ 80-as, Belarus traktor jobb nézet, Belarus traktor bal nézet. Azt nézem, nem merül le. 82-es Belarus traktor jobb nézet, Belarus traktor bal nézet. De akkor mi az, hogy a... Az mi az, hogy 80, és 80 valami? Ott van egy jel.
Hallod? Ez nagyon komoly. Az nagyon komoly. Na most aztán, hogy engem nem fogtok meg 8 MTZ-be, hallod? Hallod? Minden, minden. Itt van az erőleadó tengely. Nagyon durva. Hallod, ez nagyon jó. Figyelj, ott van az izé, ott van az egész kabinnak, hogy mi csoda, oda né. Váltó, hallod? Az már igen. Visszajelzők. Hidraulikus rendszer, szivattyú. Hidraulikus rendszer, blokkolását, vagy a difizár. Nagyon jó, nagyon durva, hallod? Hallod, hogy kell szállítani, hogy kell darúzni, emelni a traktort. Remeg a kezem, basszus, pedig nem ittem, lehet az a baj. Kicsit zsibbadok így. Azt nézem, hogy mik vannak itt. Ez nagyon kemény. Izé, fényszóró, minden bazze. Na, itt ezt nem van minden. Hátsó izé, szerkezeti elemek, minden így leveszedve. Külső karok, függesztő automata tengelye. Akállító kar. Ú, gyerekek, ebből hogy gondoljátok, találjunk már ki valami felolvasó. Jó, lemerül a telefon, vagy izé, le kell kapcsolnom. Villoga izé, bateri. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csáááá. Köszönöm szépen a könyvet.